Jó estét kívánok Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Már a házi orvosok is felírhatják a favipiravírt. Szükség van a koronavírusból felgyógyultak vérplazmájára. Rendhagyó módon ünnepli idén Kecskemét március 15-ét. Már a házi orvosok is felírhatják a vírt, amely a koronavírus tüneteinek súlyos bodását képes meggátolni. A gyógyszer a covidos betegek kórházi kezelésében már igen hatásosnak bizonyult. Most Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere. A fertőzöttek meredeken emelkedő száma miatt azok számára is elérhetővé tette a tablettát, akik otthonukban gyógyulnak. Már a házi orvosok is felírhatják a favipiravir tablettát, amely igen hatásosnak bizonyult a covidos betegek kórházi terápiájában. Így most már azok számára is elérhető az eredetileg az influenza kezelésére törskönyvezett antivirális szer, akik az otthonukban gyógyulnak enyhe, középsúlyos tünetekkel. A gyógyszer covid ambulanciákra és az alapellátásra való kiterjesztéséről. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere döntött, tekintettel arra, hogy a járvány harmadik hullámában egyre meredekebben emelkedik a fertőzöttek száma. Ilyenkor közösen kell, hogy vállaljuk a kockázatot, tehát a házi orvos és a beteg együttesen. Ennek a bizonyítéka pedig az, hogy a beteggel egy nyilatkozatot íratunk alá, amiben részben megtörténik az ő tájékoztatása, és részben pedig annak a vállalása, hogy akkor ő ezt a gyógyszert azért kérte, hogy a koronavírus betegségnek a kezdeti enyhe vagy középsíros szakaszában alkalmazzuk. A gyógyszert elektronikusan kell felíratni, és akár egy hozzátartozó is kiválthatja. Fontos azonban, hogy a páciens beleegyező nyilatkozatának vissza kell kerülnie a házi orvoshoz. A favipiravír terápia öt napig tart. Ez a gyógyszer egyszeri, aktuális betegséget fog tudni gyógyítani, vagy legalábbis segíti a gyógyulást, nem helyettesíti a védőoltást. Tehát, hogyha most hasonlattal szeretnék élni, akkor azt mondom, hogy ez körülbelül olyan különbség, mint ha valakinek halat adok, vagy megtanítom halászni. Akkor, amikor ebben a gyógyszerben gondolkodom, akkor a szervezetnek aktuálisan egy halat adok. Azt az aktuális éhséget, azt az állapotot tudom segíteni. Ha én védőoltást adok, akkor a szervezetet felkészítem arra, hogy egy sokkal hosszabb időszakban képes legyen a betegség ellen állni. A favipiravirt nem szabad alkalmazni várandós nőkön, mivel a tabletta gátolja a DNS képződést, így károsíthatja a magzatot. Illetve azoknak a nőknek és férfiaknak sem javasolják a gyógyszert, akik éppen aktuálisan családot terveznek. A favipiravir szedése és a gyermeknemzés megkezdése között hét napnak kell eltelnie. Országosan hiány van vérplazmából. A koronavírusból felgyógyult donorok jelentkezését várja az Országos Vérellátó Szolgálat, hogy tudjanak segíteni azokon, akik most szenvednek a betegségben. Még több vérplazmára lenne szükség a koronavírusból felgyógyult betegektől, a fertőzöttek gyógyulási esélyeinek növelése érdekében. Aki bizonyítottan átesett a fertőzésen, az mielőbb jelentkezzen, mint a vételre. Egyre több a plazma kezelésre szoruló beteg, ugyanakkor csökkent a jelentkező gyógyultak száma. A jelenlegi donorszám sem elegendő a drasztikusan növekvő igények kielégítéséhez. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy gondoljanak azokra a betegekre, akik most küzdenek a fertőzéssel és segítsenek, hogy kellő mennyiségű terápiás plazma készítmény készülhessen. Mintavételre minden véradáson lehet jelentkezni, például a Kecskeméti Területi Vérellátónál, ahol előzetes bejelentkezés nem szükséges. További információk az OVS honlapján találhatók. Rendhagyó módon ünnepel idén Kecskemét. Március 15-én a vírushelyzet miatt online programokkal emlékezik a híres város az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. A megyeszékhely intézményei, szervezetei, internetes tartalmakkal, érdekes beszélgetésekkel és virtuális sétákkal készülnek. A pandémia és a lezárások arra késztették a város intézményeit, hogy a március 15 i ünnepségeket a kialakult helyzethez igazítsák. A kecskemétiek ismét bizonyították elhatatosságukat és szívosságukat, mert igazi programdömpinget állítottak össze az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. A Kecskeméti Televízióban hétfőn 10 órakor kezdődik majd a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Legszebb Ország Hazám című ünnepi műsora. Az előadás a színház honlapján és közösségi oldalán is elérhető lesz. Ezután a televízió műsorán fél 11 től beszélgetést látható majd Ligeti Dávid történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársával, majd a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület Kecskeméti Harcászati Fegyver és Viselet bemutatóját, illetve a Kecskeméti Kardok című dokumentumfilmet tekinthetik meg a nézők online is, a kecskeméti tv.hu felületén, illetve a híres.hu-n. A Kecskeméti Katona József Múzeum és az alapítványa 48-as hősökért a Gábor Áron Harang voltál, légy a szabadság hirdetője címmel megkérdetett rajzpályázat díjazott alkotásait teszi majd megtekinthetővé a múzeum internetes felületén. A Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár online szolgáltatásaival várja az emlékezőket. Egy virtuális sétát létrehozva összeszedték az 1848-as emlékhelyeket Kecskeméten. Ezen felül a forradalom és szabadságharcról készült virtuális is kiállítással, online játékokkal, rejtvényekkel is készülnek a gyerekeknek a www.bácstudástár.hu oldalon. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze ma délelőtt frontálisan az ötös főúton lajos Mizse térségében, az M5-ös autópálya csomópontjának közelében. A baleset során senki nem sérült meg. Helyszíni beszámolók szerint a kecskemét felül érkező török kamion vezetője a barra kanyarodást tiltó táblát figyelmen kívül hagyta, behúzódott az úttest közepére és frontálisan ütközött a szemből érkező személyautóval. A Lajos Mizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Szerencsére a járművekben csak sofőrült, ők nem sérültek meg. A kamionos jelentős összegű bírságot kapott a szabálytalanságért. A baleset és a mentés miatt hatalmas kocsis torlódott fel az érintett szakaszon. A múlt héten szintén egy török kamionos hagyta figyelmen kívül a balra kanyarodni tiltó táblát, és összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó mentőautóval, amiben akkor két mentős sérült meg. A külterületeken élők számára változást hoz 2021. Kecskemét város idei költségvetése az úthálózatok kiépítésére, jobb átételére is fókuszál, melynek köszönhetően több szakaszon is elindulnak a munkálatok. Változás fog bekövetkezni a külterületeken lakók közlekedésében. Az úthálózat fejlesztését a hulladékszállítási útvonallal fogják összhangba hozni. A munkálatok még idén elkezdődnek. Egy emeltebb szintű fokozatosan persze, tehát 2021-ben még nem tudunk akkorát lépni előre, de az elkövetkező két-három évnek ez a célkitűzése, hogy a hulladékszállítási útvonal úthálózatát kiemelten kezeljük. Falu György azzal indokolta ezt a döntést, hogy ahol a hulladékszállító jár, ott szükség van a jól karban tartott utakra is a népsűrűség miatt. Értelemszerűen, ahol hulladékszállításra igény merül fel, ott laknak sokan. Ezért, ha azt az úthálózatot, az üdítő jármű jár rendben tartjuk, akkor ezzel nagy valószínűséggel eltrafáltuk azt is, hogy azok a polgárok, akik ott élnek, szintén egy jó karbantartott úton tudnak majd közlekedni. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az érintett szakaszok nem aszfaltutak lesznek, földutak maradnak, amelyeket nagyon jól karban fognak tartani. A legtöbb közjegyzői ügyet a szigorított védekezés időtartama alatt is el lehet intézni. A közjegyzői irodák nyitva tartanak, tájékoztatta szerkesztőségünket a Magyarországos Közjegyzői Kamara sajtóügynöksége. Új hagyaték kitárgyalást azonban március 8 és április 5-e között nem lehet kitűzni. A már kitűzötteket videokonferencia keretén belül meg lehet tartani, ha annak feltételei fennállnak illetve az ilyen eljárások többsége az érintettek közreműködésével tárgyalás nélkül is lezárható. A közjegyzői eljárások jelentős részében nincs lehetőség a beadványok szóbeli előterjesztésére, valamint a személyes meghallgatás szükségessége esetén a közjegyzőnek írásbeli nyilatkozatot kell beszereznie. Nem gyakorolható személyesen az iratbetekintési jog sem. Az ezzel kapcsolatos részletekről az eljáró közjegyzőnél lehet érdeklődni. Azokban az ügyekben, amelyek intézhetők a szigorított védekezés alatt, és mindenképpen személyes megjelenést kívánnak, továbbra is fel kell keresni a közjegyzői irodát a megfelelő óvintézkedések és egészségügyi szabályok betartása mellett. Az okiratok aláírásához mindenképpen szükséges a személyes megjelenés. A személyesen intézendő ügyeket és azokat, amelyek esetében a személyes ügyfélfogadás szünetel, megtalálják a Magyarországos Közjegyzői Kamara hivatalos weboldalán. Alvó férfit fosztott ki, de egy bölcsödéből és parkolóautókból is lopott az a férfi, akivel szemben most vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség. A büntetett előéletű vádlott letartóztatásban várja a tárgyalását. Az ügyész végrehajtandó börtön is közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a kifosztással szerzett 800 ezer forint elkobzásának elrendelését indítványozta vele szemben. 800 ezer forintot és cigarettákat lopott el 2020 nyarán egy kecskeméti házból egy besúrána tolvaj, aki az ablakon keresztül figyelte ki, hogy a tulajdonos alszik. Így lopózott be a lakásba, és fosztotta ki az idős sértettet. A kár nem térült meg. Egy évvel az eset előtt a büntetett előéletű férfi egy felújítás alatt álló bölcsödét is megkörnyékezett. Onnan számítógépet, monitort, ventilátort és egy szekrényt vitt el 54 ezer forint értékben. Ebben az esetben a kár részben térült meg. 2020 márciusában a férfi több mint 430 ezer forint értékben tulajdonított el mobiltelefont, pénztárcát, iratokat, bankkártyát és értékes érmeket egy családi házból. Valamint parkoló autók is a célpontjai voltak a tolvajnak. 2019 őszén egy kis teherautóból két mobiltelefont zsákmányolt, 82 ezer forint értékben. Egy lezáratlan autóból pedig elvitt egy kézitáskát, benne 30 ezer forint készpénzzel, személyekkel személyes iratokkal, bankkártyával és egy pillangókéssel. Az autós lopásokkal okozott kár nem térült meg. A Kecskeméti Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit kifosztás büntettén kívül több rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás büntettével és védségével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben, valamint a kifosztással szerzett 800 ezer forintra vagyonelkobzás elrendelését. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd. Újabb nagy érdeklődésre számotartó online előadásra került sor szerdán a bács megyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében. A középpontban ezúttal az új e-ügyintézési platformok és szolgáltatások álltak. A pandémia miatt hónapok óta az online térbe kényszerültek a bács megyei kereskedelmi és iparkamara kis és középvállalkozások vezetőinek és szakembereinek szervezett előadásai. A sorozat legújabb, konzultációval egybekötött rendezvényén az elektronikus ügyintézés volt középpontban. Az érdeklődőket Kelemen Hilda, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Csanád megyei adó- és vámigazgatóságának főosztályvezetője avatta be az új szolgáltatások részleteibe, rávilágítva a köztük lévő összefüggés ekre is, mint kiderült, vannak olyan ügyek, mint például a gépjárművek eredetiség vizsgálata, amelyeket nem lehet elektronikusan intézni, de például a gépjárműadó, amely ez évtől átkerült az adósághoz, már elektronikus ügyintézési körbe került. Az adóhatóság szakembere elmondta azt is, hogy a vállalkozások számára 2019-től kötelező a cégkapu használata. Kelemen Hilda felhívta a figyelmet a SÜV portálra is, amelyet azért hoztak létre, hogy együtt egy helyen legyen elérhető minden fontos elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás. Az érdeklődők ezúttal is kérdéseket tehettek fel az előadáshoz kapcsolódóan. George Orwell egykori klasszikusát az állatfarmot viszi színre a Cirokabáp színház. Az osztálytermi előadások új darabjának próbái már elkezdődtek. A tervek szerint március végén mutatják majd be a hatalomról, egyenlőségről, korrupcióról és a manipulációról szóló regény feldolgozását. A pandémia miatti lezárások azonban kisebb szünetre kényszerítik az alkotókat. Bár jelenleg a a Bábszínház középiskolásoknak szóló osztálytermi előadásai is szünetelnek, márciusban a társulat elkezdte George Orwell állatfarm című kis regényének feldolgozását. Az új drámapedagógiai foglalkozással egybekötött osztálytermi előadás a regényben megfogalmazott közösségi és erkölcsi dilemmák felismerésére és megvitatására is lehetőséget nyújt. Igyál Mi van, ha méreg? Na, hát akkor meg inkább te, mint én. Igen. Az állatfarm című tantermi produkciót Vidovsky György rendezésében láthatják majd a középiskolások. Valójában egy nagyon groteszk történet, hogy egy farmon az állatok hogyan veszik át a gazda helyett az uralmat, hogyan űzik el a kicsákmányoló gazdát, és hogyan próbálják maguk a demokráciáját kialakítani, maguknak termelni. És aztán ez a, ez a forradalmi telt, ez a forradalom az hogyan eszi meg önmagát, és fordul az egész egy szörnyűséges belső diktatúrába. A társulat ezt a történetet szeretné kortalanná tenni egy tantermi előadásban. A darabot Horváth János Antal írta George Orwell klasszikusa alapján, a látványt pedig Mátra Ákos tervezte. Az előadás eszköztárának és díszleteinek kiválasztása most sem a véletlen műve volt. Természetesen mind a, mind a két díszletemben folyamatosan átalakul, a hűtőszekrény tulajdonképpen a gazda házává válik, és, és azok a poharak, amiket az elején tejosztásra használunk, azok pillanatok alatt alakulnak át, maszkokká. Megpróbáltuk nagyon egyszerűen megfogalmazni ezt, hogy a diákok szeme láttára alakuljon át ez a színázi közeg. A 11. és 12. évfolyam számára készülő produkcióban a regény olyan alapkérdései kerülnek felszínre, mint a hatalom, egyenlőség, korrupció és a manipuláció. A próba folyamatról és a fajsúlyos témákkal foglalkozó előadásról hosszabb összeállítást láthatnak jövő heti Múzsa magazinunkban. Hazai pályán folytatódott kedden az alapszakasza a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét számára. Váradi Kornél legénységének nem volt könnyű feladata, hiszen a címvédő szombathelyieket látták vendégül a Messzi István sportcsarnokban. Egy labdás meccsen végül a Falkó KC örülhetett a győzelemnek. Kedden a nyolcadik fordulóból elmaradt mérkőzésre pótolta a Dunaszfa a DTKH és a Falkó. Az előző körben a tavalyi bajnok a Debrecentől, míg a keskemét a Szegedtől szenvedett vereséget. Hazai kosarakkal indult a találkozó, még nem a másik oldal ötöse is játékba lendült. 5 majd 10 pontos hátrányba kerültünk, és a negyed végén 22-30-szal zártunk. A folytatásban elsősorban Thomas és Wittmann kosaraival három pontot nedolgoztunk. A harmadik negyedben a Váradi per kettő szányalását láthattuk. Nálunk hat játékos termelte a pontokat, de így is újabb, mínusz tel fejeztük be a negyedet. Az utolsó etapban a keskemét minden megpróbált, és lépés a lépésre közelítette meg ellenfelét, de a döntő pillanatokban hibázott, és az elegendő volt a szombathelyeknek. A találkozó 96-98-szal zárult. Sok pontot kaptunk, sűrű a program, fáradtak vagyunk, és ketten hiányoztak a keretünkből. Kellett a győzelem, hogy a rájátszásban jó pozícióban legyünk, a támadásaink rendben voltak, ám a védekedésünkön mindenképpen javítanunk kell. Nehéz itt mondani, egy ilyen mérkőzés után játszottuk 72 uh, óra alatt két nagyon sok energiát elhasználó mérkőzés, négyszeres hosszabbítás. Most ez úgy érzem, hogy a játékosok uh, nem érheti szemrehányás, hiszen végig küzdöttünk most is, a meccs végén visszajöttünk a mérkőzésbe, és ismét egy egylabdás mérkőzést uh, veszítettünk el. Az alapszakadban még két mérkőzés van a Kecskemétnek. 13-án Dunaszfa DTK orosztály mérkőzés lesz, majd 20-án Jászberény Dunaszfa DTK. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Már a házi orvosok is felírhatják a favipiravírt, amely a koronavírus tüneteinek súlyosbodását képes meggátolni. Országosan hiány van vérplazmából. A koronavírusból felgyógyult donorok jelentkezését várja az Országos Vérállátó Szolgálat. Rendhagyó módon ünnepel idén Kecskemét. Március 15-én a vírushelyzet miatt online programokkal emlékezik a híres város a forradalom és szabadságharc évfordulójára. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze ma délelőtt frontálisan az 5-ös főúton, lajos Mizsetérségében. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan következik kiemelő című magazin műsorunk, melyben megmutatjuk, miért érdemes már most megvásárolni az új gumiabroncsokat. Ezt követően pedig megnézhetik, milyen állatokkal bővült a Kecskeméti Vadaskert. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében két óránként valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezzünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! csütörtökön megnövekszik a felhőzet. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet északkeleten 3, délnyugaton 11 fok közelében várható. Pénteken megnövekszik a felhőzet, egyre több felé ered majd el az eső. A nyugatias szél megélénkül néhol megerősödik a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd reggeltől nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. A nyugatias szelet továbbra is több helyen élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban mínusz egy plusz 6, délután 10 és 15 fok között alakul.